Kitől kapta Szerbia a legtöbb támogatást? Ez hozta nyilvánosságra szerdán a Blitz című belgrádi napilap. A szerb kormány Európai Integrációs Irodája által végzett elemzések alapján a szerbiai lakosok meg vannak győződve arról, hogy a legtöbb pénzt Oroszországtól kapja az állam, a legkevesebbet pedig az Egyesült Államoktól. Az igazság azonban teljesen más. A kimutatások szerint Belgrád Moszkvától kizárólag kölcsönöket kap, míg az Európai Unió és tagállamai 2000 és 2013 között összesen 5,9 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást biztosítottak Szerbiának. Ebből 2,4 milliárd az IPA projekteken keresztül érkezett az országba. Németország 323,5 millió eurót, Svédország 191,2 milliót, Olaszország 187,7 milliót utalt Szerbiának. Az Amerikai Egyesült Államok biztosította a legnagyobb támogatást az Európai Unió után, összesen 643,2 millió eurót. Ezen kívül Norvégia, Svájc és Japán Szerbia legnagyobb donátorai. A lakosok meggyőződésével ellentétben Kína nem az elsők között áll, de még csak nem is az első 10 között. Kína a 14 éves periódusban csupán 10 millió eurót adott Szerbiának. Oroszország az utóbbi években növelte meg árucsere forgalmát Szerbiával, de még így is jóval a németek és az olaszok mögött van.